Semleges álláspontot foglal el a magyar kormány a győri Audi gyár dolgozóinak sztrájkjával kapcsolatban. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról is beszélt az Euronews riporterének, hogy szerinte mindkét félnek, így a cég vezetésének is engednie kell. Csak egy megoldás van az ilyen viták rendezésére, ez pedig a kompromisszum a munkáltató és a munkavállalók között. Az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és hiszünk benne, hogy a jogi környezet lehetővé teszi mindenki számára, hogy harcoljon a saját igazáért. A végén azonban kompromisszumra van szükség. Az államtitkár nyilatkozott munkatársunknak, Judith Sargentini európai parlamenti képviselő azon kijelentéséről is, hogy nem utazik Magyarországra, mert fizikai erőszaktól tart. Kovács Zoltán szerint az európai értékek magyarországi állapotát vizsgáló jelentés készítője biztonságban lenne hazánkban, ahogyan bárki más is.